100 nap, 6 megye. 100 nap telt el azóta, hogy az önkormányzati választások győztesei hivatalba léptek. 6 olyan megyébe látogatunk el, ahol magyar politikusok vezető tisztséget töltenek be. Éppen Kovászna megye határában vagyunk, ahol ki más látogatnánk meg, mint Tamás Sándort, Kovászna megye tanácsának elnökét. Gyere ide, nagyon megijedtem, miért fél ilyen? Én nem láttam tenni. Jó napot kívánok! Elnézést, hogy megzavartam itt a barátkozásban. Asszalos Szidónia vagyok. Kedves csokolom. Nagyon örvendek az ismerettségnek. Ugye itt Kovászna határában egy szarvasmarha kiállításon tartózkodunk. Mi a helyzet a megyében a szarvasmarha tenyésztéssel, a tejtermeléssel? Nézze, az a gond, hogy 1990-ben több mint 110 000 szarvasmarha volt a megyébe, és egy rossz kormányzati politikának következően az elmúlt 25 évben ez ma már 30 000 fős állományra csökkent, és ez a dolog nincsen rendben. Ez annak köszönhető, hogy a támogatási rendszer is rossz, illetve liberalizálták például a tej és a hús behozatalt ebbe az országba. Miközben más országban komoly támogatást élveznek az állattartók, nálunk ez nagyon nehézkesen működik. Éppen ezért megyei önkormányzati szinten anyagi támogatási rendszert találtunk ki és működtetünk a szarvasmarha tartó egyesületben szerveződött gazdák számára. Egyrészt hasonló rendezvények szervezésére, másrészt pedig, és ami a legfontosabb, az elmúlt évek egyik legfontosabb eredménye a tejfelvásárlás és értékesítési szövetkezetek létrehozására. Hiszen nemrég alakult néhány hónapja kéziszéken egy kézdi laptó nevű szövetkezet, amelynek éppen ez a célja, hogy a kisgazdákat tudja támogatni és segíteni. Ugye a látogatásunknak a célja az, hogy megkérdezzük, hogy az elmúlt időszakban mit sikerült elérniük, megvalósítaniuk. Már 5 megyében voltunk, Kovászna megye a 6. Önnek ez a 3. mandátumom. Mi az az eredmény, az a megvalósítás, ami mondjuk az elmúlt 100 napban érett be? Nézze, minket az emberek azzal bíztak meg, hogy utat, hidat építsünk, az egészségügyi rendszert rakjuk rendbe, és nyilván közösséget szervezzünk. És a közösség szervezéshez tartozik az imént említett kérdés is, hiszen a szövetkezeti rendszer, a mezőgazdasági szövetkezeti rendszer kiteljesítése egy olyan közösségépítési forma, amelynek gazdasági hozadéka van. Mi a helyzet a turizmussal? Ugye az is hozzájárul a gazdasághoz. A turizmus egy húzó ágazata kell legyen Székelyföldnek. Olyan turisztikai célpontjaink vannak, mint amilyen máshol nincs. Mert például Sipályában nem tudunk versenyezni Svájccal vagy Ausztriával, de Mafetákban viszont igen. Úgyhogy meghívom önöket egy mafetába is, Hatolykára. Nézzük meg akkor akár most ezt a mafettát. Akkor, köszönöm szépen, megyünk együtt. Menjünk. Ugye most kincset nem visszük magunkkal. Kincset nem visszük magunkkal. Szokott ön ide járni, hogy szabad idejében ide jönni? Tehát én szoktam járni mafetákba, ide is, nagyon szeretem. Ez egy különleges dolog, tehát ilyen máshol nincs. Ez egy kicsit büszkeség is, mert mi székelyek azért büszkék vagyunk arra, ami a miénk. A Borvizek útja nevű program tulajdonképpen néhány éve indítottuk, és most kezdett igazából kibontakozni az elmúlt jó néhány hónapban, fél évben. Több lábonnál Európai Uniós projektből újítottunk fel, vagy építettünk népi fürdőket, kormányprogramból, illetve saját erőből és kalákából, hiszen ez itt, ahol vagyunk, a Satolyka, ez egy komoly építmény. Látszik, nem csak a mafetája tágas, hanem kádas fürdők vannak, hideg-meleg vízzel kurálják az emberek magukat, és ami a legfontosabb az, hogy eredményesen. Az életem egyik legszebb pillanata az volt, amikor a benzinkútnál egy egyszerű ember odajött hozzám, és mondta, hogy elnök úr, na látja ezt a kezemet, meg tudom fogni a benzinkútnál a csapot. Mert korábban nem tudtam, járok rendszeresen Hatolykára, és a kurának köszönhetően meg tudom szorítani a benzinkútnál a csapot. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, a legjobb reklám is egyébként, de a legfontosabb eredménye a munkánknak az, hogy az emberek érzik azt, hogy számukra nekük az jó. Abban az esetben, hogyha fellendül a turizmus, képesek-e fogadni nagyobb létszámú turistát?
Nézze, mindig először meg kell teremteni a lehetőséget. Ez itt egy lehetőség Hatolykán, és biztos vagyok benne, hogy mellette utána fog következni a többi lépés is. Hiszen a hatolykai emberek is érdekeltek abba, hogy legalább vizet adjanak, ebédet adjanak, és szállást is tudjanak adni azoknak az embereknek, akik eljönnek ide. Egyébként ebben a központban szállóhely is van. Nem csak ez az egyedüli újonnan megérett gyümölcs, hanem a nemrégiben átadtak egy hidat, újjáépített hidat is. Javasolom, hogy menjünk át Nagyajta községbe, ahol egy old hidat, a két megyét összekötő old hidat építettünk. Egy nemrég újjáépített híd alatt tartózkodunk jelenleg. Mi a helyzet amúgy Kovászna megyében az utak, hidak állapotában? Hidat építettünk most nemrégiben, Brassó megye és Kovászna megye között, Ajta és Apáca között lévő old hídról van szó. Ez egy 110 méteres betonhíd, az egyik legnagyobb saját beruházása a megyei önkormányzatnak. Rendkívül fontos nem csak azért, mert két települést köt össze, hanem azért is, mert a Brassó megyei Apácán lakó gazdáknak 400 hektár termőföldjük van Ajta határában. Azért is fontos, mert az Apácán lévő gyerekek Nagyajtájra járnak magyar iskolába. Azért is fontos, mert az erdővidéki, barót és környéki emberek viszont Brassóba járnak dolgozni. Tehát minden generációnak, minden társadalmi rétegnek rendkívül fontos volt ez a közlekedési felújított híd. Emellett valamit még sikerült-e kivitelezni az elmúlt időszakban, az elmúlt 100 napban, a nyár folyamán? Emellett nyilván az útrendszert is, útrendszerre is figyeltünk, aszfaltoztunk erdővidéken, hiszen, mint ahogy látták önök is, itt a híd mellett lévő 2 kilométeres út egészen Ajta központjáig, de Ajtát jobbra, balra, körülbelül még 20 kilométer aszfaltot sikerült önteni a tavalyi és az idei évben egyaránt, de ez csak egy része a munkáknak. Lépjünk a következő helyszínre, oda is meginvitálom majd önöket. Jó, hát akkor menjünk tovább. Egy frissen festett megyei útszakaszon tartózkodunk jelenleg. Hogy állnak az útfestéssel, útjavítással? Elég bonyolult háromszéken a megyei úthálózat, 263 kilométer út van. Ebből az elmúlt néhány évben több mint 150 kilométer utat építettünk, újítottunk fel, és most is gőzerővel folyik a munkálat, például Sepsiszentgyörgy, Ijefalva, Aldoboly és Brassó megye határa közötti rendkívül forgalmas és fontos útszakaszon, hiszen Sepsiszentgyörgyöt az országúttal párhuzamosan összekötöttük Brassóval, ott egy teljes körű felújítás folyik, illetve hát ez a festés is néhány napja került ide, hiszen most még a melegebb őszi napokon újra festjük az egész úthálózatot azért, hogy a télre is készüljünk elő, hiszen rendkívül fontos az éjszaka, hogy látható legyen az útszakasz. Én azt látom, hogy már kevés pénzt csepegtet a központi kormányzat, mégis jó gazdálkodással tudunk nagy összegeket, évente 10 millió eurót szánni megyei utak korszerűsítésére, felújítására, vagy teljesen újraépítésére. A jelenleg folyamatban lévő útjavítási projekteket a tél beállteig sikerül-e kivitelezni, befejezni? Egy részét igen, tehát Ijefalva fele lévő útszakaszt, az első rend aszfaltot ráöntjük már az idén, azért, hogy télen ne kelljen sárba járjanak az emberek, és akkor jövőben, majd jövő tavasszal sáncokat kiképezzük, illetve akkor a végső aszfalt réteg a tetejére akkor fog rákerülni. Még lenne néhány kérdésem, de ugye az időjárás nem kedvez a szabadtéri beszélgetésnek. Hát, hogy ne legyen egészen szabadtéri, akkor jó úton meghívom egy kávéra kézivásárhelyre, de az időjárásra visszatérve, jó gazda nem fél soha a rossz időtől, mert tudja, utána mindig jó következik. Mindig a jó következik. Jó. Na, ennyit akkor. Igen? Sikerült? Jókat csinálni? Felrakjuk a Facebookra, hogyha ide adjad. Ez nagyon jó, csak még egyszer, hogy nem fog itt sikerülni, szerintem milyen jó. Ugye kézivásárhelyen lakik, ott él, megyeszékhely pedig Sepsiszentgyörgyön van. Hol tölti az ideje nagy részét? Kettő között igazából. Nézzetek, amikor kézivásárhelyen vagyok, akkor büszke kéziszéki vagyok. Amikor kéziszékről kilépek Szentgyörgyre, mondjuk, akkor büszke háromszéki vagyok. És hogyha háromszék megyéből kilépek, akkor büszke székelyföldi vagyok,
székely ember. Azt hiszem, hogy ez az egészséges gondolkodás, hiszen nálunk is, akár Csík és Udvarhely között, nálunk is egyébként van egyfajta rivalizáció, rivalizálás Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely között. De ezt így lehet átívelni. Ugye önnek ez a harmadik mandátuma, mi motiválta abban, hogy újrainduljon? Az a politikai lehetőség, ami egy ilyen tisztségben van. Mert bebizonyítottuk azt, hogy utat, hidat tudunk építeni, bebizonyítottuk azt, hogy tudjuk szervezni fejlesztéseket a megyében, viszont én azt gondolom, hogy ez egy politikai tisztség is. Tehát mi nem csak egy adminisztrátorai, ügykezelői vagyunk egy intézménynek, vagy akár a megyének, hanem, ha úgy tetszik, közösségi emberek, közösségi vezetők is, szerénységgel mondom, közösségi vezetők is. Igen, ez motivált, hiszen vannak olyan elképzeléseink, céljaink, amelyeket meg szeretnénk valósítani politikai téren is. Ez pedig kétségtelen Székelyföld területi autonómiáját jelenti, és ilyen szempontból a praktikus dolgok mellett, az életminőséget javító dolgok mellett, tehát a vízvezetés, csatornázás, útépítés, kórházépítés mellett nekünk foglalkoznunk kell a közösséggel is. Azzal a közösséggel, amely egyébként joggal várja a közösségi vezetőitől, hogy irányt is mutasson. Látjuk, hogy ebben az országban, a térségben, hogy változtak meg a dolgok egyik évről a másikra, hogy szorítanak, próbálnak beszorítani, hogy alkalmaznak kettős mércét velünk szemben Románián belül. És hogyha az a helyzet, hogyha nem mi fogjuk a saját sorsunkat irányítani, akkor egészen biztos, hogy azt más fogja helyettünk megtenni. A megyei mandátuma előtt ön éveken át a parlamentben képviselt. Szintén három mandátumot, igen. Igen. Tudnak összhangban dolgozni, meg tudnának összhangban dolgozni a jövőre nézve egy erős parlamenti képviselet? Ez csak így lehetséges, higgyel nekem. Tehát végigjártuk a mai nap a megye különböző részeit. Tehát a települési megye és az országos hármas szint csak együtt tud érvényesülni, egészen biztos. Mert hogyha nincsen alul egy széles bázis, beleértve az állattartó gazdákat, a helyi falusi értelmiségi réteget, a városi értelmiségi réteget, a munkás embereket, a kétkezi munkás embereket, ha ez a réteg nem stabil, akkor hiába van országos képviselet. Hogyha nincs országos képviselet, akkor mindannyiunkat le fognak darálni. És hogy a kettő között nincs meg a megyei szint, amelyik szint összehangolja, gyakorlatilag átviszi, közvetíti az országos szint irányában a helyi emberek igényeit, ha nem nincs, aki összefogja, akkor szintén felbomlik ez a hármas egység. Tehát a megyei mellett a helyi és az országos az rendkívül fontos. Konkrétan Kovászna megyének milyen elvárásai vannak a parlamenttől? Több mint 10 000 családhoz kopogtattunk be, és megkérdeztük őtőlük, hogy ők mit szeretnének, hogy látják a világot. És a három legfontosabb dolog, amiről az emberek beszéltek, először is az egészségügyi kérdések, egészségügyi rendszer rendbetétele, munkahelyteremtési kérdések, és a harmadik szint elsősorban a vidéki lakosság részéről pedig a mezőgazdasági kérdések, most legújabban a vadkárok kérdése. Tehát ez egy olyan hármas csomag, amely nem csak szociális, hanem gazdasági vetülete egyaránt van, és emellett nyilván a nemzeti identitásunk kérdéseinek képviselete, mert igaz, hogy fontos az, amit megegyünk, de higgye el, hogy rendkívül fontos az, ami a lelkünkből jön. Elnök úr, most már szombat délután nevében van ideje egy kicsit szabadságolni, vagy ma is folytatni kell a munkát? Nem, ezt úgy alakítom mostanában a hétvégeket, hogy legalább egy héten egy nap az legyen a gyerekeimé, a családomé. És akkor ez a ma délután lesz? Ez ma délután, és átnyúlik vasárnapra is egy keveset, igen. Nagyon szépen köszönjük a ránk szánt időt, a továbbiakban is sikeres munkát kívánok. Mielőtt elbúcsúznánk, azért hoztam egy ajándékot önöknek, és nyilván azt támasztja alá, amiről beszéltem. Tudom, hogy az Erdély Televíziónak nincs olyan sok székely zászlaja, úgyhogy most már van. Fogadják el tőlem. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, elnök úr. Továbbiakban is sikereket Köszönöm kívánok. Szépen. Köszönjük.